Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit. És már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ülnek velem szemben vendégeim, akikkel amennyire lehet rádión keresztül érzékeltetjük az újraélesztés általuk felépített 5 pontjának sorrendjét és lényegét. Arról is szó lesz, hogy a hirtelen szívhalál sajnos gyakori, és rendszerint nem előzi meg semmilyen tünet. Ám ha a lakosság képzett lenne, újraélesztés tekintetében egy városnyi embert lehetne évente megmenteni. Zalánék ezért igyekeztek a lehető legegyszerűbb módon felépíteni a sikeres technikát, melyet az oktatást követően otthon is bármikor lehet gyakorolni, így a rutin nem vész el. Arról nem is beszélve, mekkora önbizalmat és bátorságot ad már csak a gondolat is, hogy bármikor segíthetünk bajba jutott embertársainkon. Vendégeim ma este Kovács Anna Mária, a Te vagy a Hős program nagykövete, és Mészáros Zalán, a Te vagy a Hős program egyik kitalálója, akiket köszöntök. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És a Te vagy a Hős program az a Jéghegy csúcsa, egyébként mind a ketten hosszú éveket töltöttetek, vagy töltöttök hosszú évek óta vagytok az egészségügyben, a betegellátásban, illetve a segítségnyújtásban. Ugye, ha jól gondolom, mindenki mögött van mentős. Igen. Múlt. Egy picit vissza lehet menni erre az időszakra, hogy kinek miért jött az életébe az a fajta segítés, hogy az emberekkel így foglalkozzon. Tehát, hogy az életmentés fontossága. Nekem az egész családom ebbe a szellemiségbe élt, a nagypapától kezdve. Nekem édesapám a szklerózis multiplexes betegekért különböző ilyen nagyobb sportteljesítményeket csinált, átfutotta Ausztráliát, keresztül biciklizte egész Amerikát, Ushuaiától Alaszkáig, és mind a szklerózis multiplexes betegekért és egy figyelemfelhívásért. Ez még a 90-es évek elején volt. És De volt valami kötődés, vagy történés a családban, vagy csak egyszerűen ő akkor már tudta, hogy ez egy kicsit néma dolog, és közben mégis nagy figyelmet igényelne? A családbarát volt a Gózó professzor, és ez a szklerózis multiplexes betegség annak idején még Magyarországon nem nagyon volt ismert, nem nagyon publikáltak róla, nem nagyon beszéltek róla, és igazából ő az atya itt Magyarországon, és szeretett volna csinálni egy rehabilitációs központot. Aha. És ezért a édesapám segítségét kérte, vagyis nem is segítségét kérte, hanem így összedolgoztak, és megpróbálták ezt létrehozni. Jó, tehát figyelemfelhívás. Igen, és akkor így jutottam közel a segítségnyújtáshoz, illetve volt egy hobószám, vagy egy hobónak egy nyilatkozata annak idején, amikor azt mondta, és ezt tényleg édesapámék is így csinálták a 20 éves koruk óta, hogyha egy nap egy kolduson segítsél, és én ezt mindig, amikor látok valakit, egy nap egy városba valakinek mindig adok, gyerekeimet is, hát 5 gyerkőcöm van, mindenkit így nevelek fel, és így nevelünk, hogy segítsünk valakin. Úgyhogy lehet, hogy ez a segítségnyújtás, ez így benne van a vérünkben. Abszolút, azt gondolom én is, hogy ez egy ilyen vérvonal már, úgyhogy nincs is nagyon mit magyarázni rajta. Ezt örökölted, ezt láttad, ez a normális. Igen, igen, igen. Anna Mária? Nekem ez az általános iskolás időszakomra nyúlik már vissza. A biológia tanárom szervezett annak idején egy ilyen kis elsősegélynyújtó szakköt, és nekem ott mindenképpen részt kellett venni. Ám bár a szüleim szerették volna, más pályázt választok, nem az egészségügyben megyek, de ez olyan hatást tett rám maga ez az egész első segélynyújtó szakkör, hogy akkor innen tovább egészségügyi szakközépiskola, majd jött a mentőszolgálat, aztán egészségügyi főiskola, tehát ez így az egész életemen végigívált. Segítség, a segítésnyújtás, az elesettek támogatása. Mindig azt érzem, amikor ilyen emberekkel beszélgetek, hogy van a lelkületükben valami plusz, tehát a megszokott vagy normális empátián és segítségnyújtási kedven túl valami plusz erő, ami képesség kell, hogy tegyen titeket arra is, hogy belássátok azt is, amikor nem lehet segíteni, tehát hogy bele tudjatok menni naponta olyan helyzetekbe, hogy próbáltok sokszor talán sikerül, de lehet, hogy nem, és hogy az ne kedvetlenítsen el, ne tegyen tönkre, hanem vidd tovább, mert hogy azért nálatok nem sokkal többen találkoznak szerintem a halállal, az elmúlással, sőt sok esetben az értelmetlen halállal. Hát én 10 éve nem találkoztam vele, én 20 évet voltam a pályán, 20 évet mentőztem mentőtisztként, és
a 10 éve elhagytam én ezt a pályát. De viszont ez az egész dolog, amit itt beszéltünk róla, persze nagyon kemény döntéseket kell hozni. Ez is egy döntésem volt, hogy én eljöttem, ez is egy kemény döntés volt, és egy kicsit így az üzleti szférába szakadtam, ami nagyon furcsa egy ilyen zöld típusú személyiségnek belekerülni egy üzleti világba. Igen. Itt azt mondom, hogy még egy sikeresen is vettem az akadályt, viszont amit még így pluszban megmaradt, hogy valamit ki kell találni. És itt született az ötlet, hogy én 30 éve oktatom az újraélesztést, megoktatom az első segélynyújtást, hogy én itt valami plusz még bele tudok tenni. Tehát ezt a gondolatvitelt nem szakadt meg, hanem én most más jelleggel segítek, illetve próbálok segíteni az embereknek. Hát igen, egyébként azért is kötöttem, így nem azért, mert gondoltam, hogy jól lehúzom az adást, és a halálról beszélgetünk, hanem mert, hogy ugye az tudható, hogyha valaki egy kicsit körbenéz a programotok honlapján, akkor ott van egy megdöbbentő adat, hogy évente egy városnyi embert lehetne megmenteni, hogyha mindenki, laikusok is ismernék az újraélesztés technikáját, de hát nyilván emellett még számos dolgot kell tudni, mert kell hozzá lélekjelenlét, ez az amaz. De hogy az egészséges emberek körében a hirtelen szívleállás, amiről majd mindjárt kérdezlek, hogy egyébként lehet-e valami okát sejteni, de hogy ez egy olyan mértékű, hogyha azt összeadnánk, akkor adott esetben egy évi, egy városnyi ember maradhatna életbe, ez azért nagyon durva. Igen, ez minden betegség nélkül jön, ez a hirtelen szívhalál, ez 8 percenként egy embert jelent. Tehát így azért elgondolkodtató csak Magyarországon. Ez nagyon rémisztő. És a másik, ami még én is megdöbbentem rajta, amikor kutattunk adatok után, tehát valid adatok után, hogy a 70%-uk megmenthető lenne ezeknek az embereknek, ha tudnánk azt, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha ott meglátjuk a földön fekve. Tehát 10 betegből 7. Mert hogy akkor nincs, tehát ez nem egy betegség, nincs előjele, nem kimutatható, hanem ez egy hirtelen fellépő állapot, ami egyébként elkapva, megmásítható, ki lehetne belőle jönni. Igen, ezzel találkozunk a hétköznapi életben, gondoljunk bele a nagy élsportolóinkba, a Kolonisnak az esetében, igen, szerintem mindenki emlékszik rá. Ócskai Gábor a jégkorongozónk, Fehér Miklós a focistánk, azok, ami itt van a köztudatban. Tehát nevetek az egyik pillanatban, másik pillanatban ott vagyok halottan. Tehát ez a hirtelen szívhalál. És igazából nem válogat életkortot, teljesen független a 8 éves gyerektől a 99 éves emberig, bármikor előfordulhat. És amiért, hogy itt vagyunk, és amiért megalkottuk, hogy miért nem segítünk, hát most van egy statisztikai adat még így a tarsolyunkban, hogy Németország versus Magyarország. Németországból 1000 emberből 993 ember tudja, most német felnőtt állampolgárokról beszélek, hogy mit kell csinálni, ha ott fekszik valaki a földön, és akár újraéleszteni is. Magyarországon ez a szám egy kicsit alacsonyabb, ez pontosan 17-et jelent. De tehát 1000 emberből 17 ember kicsit tud segíteni. Igen, hát azért ez egy kicsit kevés, illetve megdöbbentő és elgondolkodható. És miért? Tehát miért csak ennyi a tudás? Mert hogy még nincsen ilyen széles körbe oktatva, nem vállalunk felelősséget, nincs elég lélekjelenlétünk, vagy miért? Mert gondolom, hogy ez a 17 az egy olyan szám, aki képes is, tehát tudja is, és képes is, mert a tudás meg a képesség az két. Tehát össze kell, hogy adódjon egy ilyen kellene helyzetbe. Tehát igen, hogy ez teljesen jó a gondolatod egyébként, hát hiszen már 17-18 éves srácokat, lányokat oktatunk gépkocsi vezetésnél újraélesztésre, hogy ezt meg kell tudni csinálni, és valamiért mégse volt változás. Én ebben a rendszerben is benne vagyok, hát hiszen közel 30 éve oktatok egyébként, és... Mondjuk azt el tudom képzelni, mert én emlékszem, amikor egészségügyből tanultuk, megvizsgázni kellett az újraélesztésből. Én is tudom, hogy ezt ahhoz kötöttem, hogyha valamilyen baleset helyzet van, tehát az, hogy valaki összeesik az utcán, és hogy neki mi lehet a problémája, hogy felismerem-e, hogy éppen egy hirtelen szívmegállás van, és újraélesztésre van szükség, az nem biztos, hogy meg lett volna. Igen, de ezért boncolgattuk ezt az egész dolgot, hogy mi itt mérhetetlen információkat adunk az embereknek át. Tehát olyan, amiből utána azt a mindenit, hát én hogy merjek oda menni. És pont az kell az embereknek, és mindenkinek az kell, hogy amikor, és én is, hát a gyerekem beteg, akkor agyhártyagyulladásra gondolok, hogy fáj a feje, és ha lázas, akkor már belegondolom a leukémiától kezdve mindent, mert bepánikolok.
Még egy egészségügyes is megcsinálja hát ezt? Én is, bizony. Hát pánikhelyzet van a gyerekeddel, ott a probléma, az ész megáll. Tehát itt igazából azt kell csinálni, ha ott van tehát a pánikhelyzet. Tehát a legkeményebbet megvizionálja. Igen, neked azt kell csinálni, hogy egy gondolkodás nélküli cselekvéssort kell adni az embereknek a kezébe. Aha. Mert hogyha ott a baj, akkor gondoljunk csak abba bele, nagyon könnyű úgy oktatni, hogy hát menj oda, hívd a 104-et, meg a 112-t most már, de hogy mersz oda menni? Amikor nincsen mögötted egy biztos tudás. Hogy mersz oda menni csak a saját hozzátartozót, az édesanyád, édesapád, hát nem fogsz pánikolni, azt se tudod, hogy fiú vagy lány. De hogyha adunk az embereknek 5 pontot, hogy ezt és ezt és ezt meg kell csinálni, és adunk egy otthon gyakorlási lehetőséget, amit eddig még a világon senki nem adott, ez a program adni fog, hogy ezt megcsináljuk fél évente, akkor mellénzsebből, rutinból elő tudjuk húzni, hogy nem kell gondolkodni, hanem meg tudjuk csinálni, és képesek leszünk rá. És lehet, hogy pont az a gátja az első segélynyújtásnak. Lehet, hogy azért nem merünk oda menni, mert nem tudjuk, hogy pontosan mit kell csinálni. Abszolút alá tudom írni, meg amit mondtál is, hogyha sok információs, akkor az ember a gondolataiba elvész. Mi van, ha nem így, ha úgy, mi van, ha rosszul csinálom, és akkor ez már mind elég arra, hogy leblokkoljon. És senki nem mondja nekem azt elég, hogy egyszer megmutatunk egy stabil oldalfektetést, egyszer megmutatunk egy újraélesztést, levizsgázik belőle, és utána 10-20-30 évig lehet, hogy nem is találkozik vele. Hát erre én tehát vagyok egy jó vagyunk. Példa. Igen, emberek vagyunk, nem tudjuk, ezt gyakorolni kell, látni kell, csinálni kell. Fél évente legalább egyszer. Uh-huh. De milyen érdekes dolog, én annak idején, mikor tanultam erre a Te vagy a hős programra, családomon gyakoroltam, és mutattam nekik, hogy akkor mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Nagyobbik lányomnak van jogosítványa. És nézte, hogy aha, oké, hogy én 5 éve már vizsgáztam, anya, mit kell csinálnom, hogy kell odalépnem, de én nem merek, és félek. És hát ennek itt a lényeg az, hogy a félelmeinket győzzük le. Tehát ennek a programnak az a nagyszerűsége, hogy az emberek kezébe adunk egy lehetőséget, egy kártyát, gyakorolják otthon, és a lehető legegyszerűbb módon tudják ezt otthon is saját maguk többször akár gyakorolni. Igen, azt gondolom, hogy ez lehet a kulcs. Most végig gondoltam, mert ugye én ezen rugózok folyamatosan, hogy te bármit taníthatsz bárkinek, hogyha egyszer nincsen meg a lélek jelenlét. Tehát, hogyha nem egy olyan típusú ember, aki egy krízis helyzetben, ahogy te is mondtad, nem gondolkodik, hanem cselekszik. Én például egy ilyen típus vagyok, hogy én akkor nem gondolkodom, cselekszem, és akkor utána kapok 6-szor ilyen adrenalin fröccsöt, hogy Jézusom, mi lett volna, ha. De van, aki leblokkol, van, aki nem képes. Ám most az jutott eszembe, hogy pont emiatt, amit mondtok, hogy egyszerű és gyakorolható, és mindig frissen kell tartani, talán ez magabiztosságot ad. Talán ez feloldja egy kicsit a blokkos, a blokkos reakciót is. Hát legalábbis bátor. Hát, hogyha valamit annyira tudok, akkor igen. Bátor vagyok. És ha valamit annyira tudok, rutin. És akkor azt mondom, hogy de hát ezt már annyiszor, tehát biztos, hogy van az a gyakorlási szám, ami után ez az enyém. Igen, és rutinná válik. És ez most úgy hirtelen felépült a fejembe egy szép kép, hogy a társadalom minden tagja tudja, és akkor így védve vagyunk. Tehát, hogy ez egy ilyen védőgyűrű lehetne, hiszen akkor, ha ezt mindenki tudja, akkor bárkinek bárhol bármi baja van, bárki tud segíteni, vagy tudna. Igen, gondolom igen. Egyébként ez a ti víziótok igen, és is. Igen. Hát a jövőkép, meg amit én szeretnék, hogy iskolákba tanítanák ezt a módszert. Hát hiszen teljesen egyszerű, labda, és itt lesz a világ első találmánya, tehát nem a labda, mert azt már feltalálták, tehát nem mi találtuk fel, de labdán való gyakorlás még soha a világon senki az égen. Tehát mindent kerestek. Nem kell hozzá telefonos applikáció. Itt nekem a legnagyobb, amikor így gondolkodtam rajta, mit csináljunk. Csináljunk telefonos applikációt, hány centiméterre nyomjuk le a mellkast, hogy gyakoroljunk, milyen ütemben nyomjunk, hogy akkor az adjon jelet. Na de abba kell gondolkodni, hogy Borsod megye legkisebb falujába, hogy fogja gyakorolni az a gyerek, és hogy fogna megtanulni. És hogyha a labda az mindenhol ott van, és nem tudom, miért nem találták fel, de egyébként a legtökéletesebb dolog, ott van a labda, ha más nem elveszük a kutyától, és tudjuk gyakorolni ezt, és nem kell hozzá semmi más, tehát nem kell hozzá tanfolyamra menni, megnézzük a kis edukációs kisfilmet, akár előadásokra elmegyünk egyetlen egyre, és meg tudjuk mutatni a gyereket. Tehát mi, amit csinálunk, ez interaktív módon kell, hogy terjedjen. Nem tudunk mindenhol ott lenni. De amikor meghallja, hogy ezt az 5 pontot így és így kell csinálni, akkor ő tovább tudja adni, hogy gyere ide, fiam, gyere ide, édesanyám, gyere ide, gyerekem, és meg tudja mutatni ezt otthon. És a mozdulatsort be fogja tudni gyakorolni, majd ezt megmutatjuk, vagy elmondjuk. Igen, azt mindenképp amennyire át lehet adni rádióba, és most hirtelen ez jutott eszembe, hogy akkor ez létezik, hogyha mondjuk én ezt megtanulom,
akkor én igen, megmutathatom a testvéremnek, az anyukámnak, tehát hogy mondjam, nem sérül így az anyag, tehát hogy biztos, hogy én, na mert hogy szerintem még itt van még nagy bizonytalanság, hogy az ember azon gondolkodik, hogy úristen, hát hogyan is tehetem én azt meg, hogy a másik mellkasára rá nehézkedek, és hogy nyomom, mint nyomom. Borda törhet újraélesztés közben, és ezek a jogos félelmek. De hát a bordához nem nyúlunk. A mellkast, amikor nyomjuk, gyakorlatilag a mellkast, ez egy kosarat képzeljünk el, és a mellkast kosárban az a szegcsontott ízületekkel, a bordák ízületekkel ízesülnek. És amikor lenyomom, akkor a mellkast kosár is változik. És egy idősebb embernek, amikor már több a szervetlen anyag, mint a szerves anyag benne, nagyon könnyen elpattan a borda. De ezek nem azok a klasszikus nagy törések, mint egy frontális balesetkor, hogy félni kell, hogy átszúrja a tüdőt és a többi. Nem, ez eltörik egy borda. És akkor itt jön a kérdés, hogy megijedünk-e. Tehát ezzel mindig szoktunk, a félelmekről szoktunk beszélni, mert vannak félelmeink, és ez mindig feljön az, hogy a borda törés. Én gyerekkoromban mindig, és ezt el szoktam mesélni, hogy én mindig attól féltem, hogy egy kígyó, egy bármi béka bemászik a takarom alá. És akkor fogtam, és akkor úgy aludtam, és az a mai napig így alszom, tehát itt vagyok 48 évesen, de úgy alszok, hogy behúzom a takarót a lábam alá, hogy nehogy valami bemászik. Hát teli vagyunk ezekkel a félelmekkel. De érdekes. Akkor ne féljünk attól, hogy én menjek oda, aztán nyomjam a mellkast, dehogy nem félek. Hát te, persze, ha törik, igenis meg fogok ijedni, én is megijednék. Hát ott fog rotyogni a borda, meg kattogni a kezem alatt. De nem baj. Tehát itt van az a lényeg, hogyha egy borda eltörik, az csak egy borda, ami összefor. Na de az agysejteket. És igazából mi itt az újraélesztés nem is arra hegyezzük, hogy újraéled valaki, mert senki nem fog attól, hogy én nyomkodom a mellkasát, kinyitni a szemét, és akkor csókolozni, mint a Baywatchba. Ezt felejtsük el. A mi feladatunk az, hogy 4 percünk van arra, hogy az agysejt, ez 48 milliárd agysejtünk van. Brutál mennyiség. 48 milliárd. És ez a 48 milliárd nem úgy pusztul el, hogy percenként 1 milliárd elpusztul, hanem 4:00, és pont beállt az agyhanál, és az összes agysejtünk elpusztul. És a mi feladatunk... 4 perc. Tehát akkor azt tisztázzuk. Ez a legfontosabb adat, a 4 perc. Még 4 perc alatt mentőt hívunk, nem az, hogy kiérjen a mentő. És hogy beállt agyhalálnál a szívet el tudjuk indítani 10, 15, 20, 30 perc múlva is. Mert itt egy olyan ritmuszavarról beszélünk a hirtelen szívhalálnál, amiért nem fog pumpálni a szív. Ezt elektromosan és gyógyszeresen meg lehet oldani és kezelni lehet. De te feladatod az újraélesztésnél az agysejteknek a megetetése oxigénnel. Tehát kinyújtjuk az agysejteket, tehát kinyújtjuk azt az időintervallumot, amíg a mentő ki fog érkezni, és majd ezt a szívritmust helyre fogja állítani. És azt kell elképzelni ennél az egésznél, hogy amikor a szív dobog, és veri, és nyomja ki magából a vért, és eteti a sejteket oxigénnel, oxigéndús vérrel és oxigénnel. Most mi leszünk a betegnek a szíve kívülről? Mi leszünk az, aki a mellkas nyomja, világos, etetjük az, és úgy képzeljük el, hogy mi egy egyszerű szív vagyunk. Egy a feladatunk, nyomjuk, etessük az agyat oxigénnel. Jó. És ezt ki tudjuk nyújtani 10-20-30 percre, még a mentő kiér. Akkor megértettem. Tehát amit mondtál is, hogy kívülről most mi vagyunk a szív. Mi leszünk a beteg szíve. Tehát nem azt kell csinálni, hogy nyomkodod és állandóan nézegeted, hogy van-e már pulzus, nem ezzel kell foglalkozni, csak nyomd. Így van. Jó, és ez azt olvastam percenként százas frekvenciával, így van. Aha, azért ahhoz kell egy állóképesség, hogy ezt valaki tudja csinálni percekig. Gondoljunk adrenalin. Nyilván. Persze, hát most nem azt mondtam, hogy mindenki mérje fel a maga állóképességét, meg sportteljesítményét, mielőtt egy ilyenbe belekezd. Nyilván ehhez akkor megkapja a saját szervezetétől a segítséget, de hogy ez akkor egy nagyon koncentrált, kitartó dolog kell legyen, és csak erre figyeljen az ember, hogy percenként százat. Kemény fizikai munka, hát azt képzeljük el, hogy a szakma is úgy írja, 2 percenként kell váltani. Amikor egyedül vagyunk, nem tudjuk csinálni. De mindig, tehát van egy olyan lehetőség, tehát rosszul nem tudjuk nyomni. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és vendégeim továbbra is Kovács Anna Mária, Te vagy a Hős program nagykövete, és Mészáros Zalán, Te vagy a Hős program egyik kitalálója. És átvettük, hogy egy hirtelen fellépő szívhalál esetén egy másik ember segítsége hogyan
hogyan játszik szerepet az újraélesztésben, és azt mondtátok, hogy ezt nem lehet elrontani, illetve rosszul csinálni. Na de azért nézzük már meg, hogy mégis hogyan kell. A rádión keresztül, ahogy ezt el lehet magyarázni. Hát most így, ha az 5 pontról akarunk beszélni, tehát hogy ezt, amit megalkottunk 5 pontot. Igen. Van hozzá, ott a kis filmünk meg lehet nézni, te vagy a hős.hu-n egyébként, és ezt az 5 pontot mi szépen végig elemezünk, képi formába tudjuk önteni, de ugye nézzük az elsőt, ez a legfontosabb a bátorság. Van egy 0. pont, amit azt mondjuk, hogy 0. pont ez a biztonságban vagyunk, de hát ez teljesen természetes, hogy csak akkor megyünk oda. Első, hogy reakcióképes. Ez azt jelenti, hogy lenyomjuk a vállát, és megkérdezzük, hogy mi van vele. Tehát oda kell menni, és itt van az, hogyha csak akkor merünk oda menni, hogyha tudunk. Nem? Mert különben nem mész oda. Mindenkihez oda kell menni. A hajléktalanhoz, a földön fekvőkhöz, az öltönyös ember. Tehát mindenkihez. Ez nem válogat. És itt kell egy bátorság ehhez is. Na most oda menjünk, nyomjuk le 2-szer a vállát, fájdalom inger, oké, nyitja a szemét, örülünk neki. Hát gondolom, persze. Ez a reakció, persze. Akkor mit kell tőle kérdezni? Megkérdezzük, hogy figyelj, kész valami segítséget. Tehát kell mentő. Azt mondja, nem, hagyjál békén, itt szeretek feküdni, mert én itt lakok, akkor ott hagyjuk. Ha azt mondja, hogy én csak aludtam el, ott hagyjuk. De ha megkérdezzük tőle, hogy kér segítséget, és azt mondja, igen, kérek mentőt, mert fáj a hasam, fáj a mellkasom, fáj a fejem, bármi, vagy magas a vérnyomásom, epilepsziás beteg vagyok, cukorbeteg, hívunk hozzá mentőt, megmentjük az életét? Hát persze, hogy megmentettük. De csináljuk ezt meg, ne adjuk ott azt az embert ott a földön fekve, jó? Menjünk oda, kérdezzük meg, és majd a mentő megmenti az életét, tehát nem kell nagy dolgokra gondolni egy első segélynyújtásnál. A következő, mi van akkor, ha nem reagál és nem nyitja a szemét? Hát nyilván akkor viszont valamit tenni valami kell. Vagy halott, vagy eszméletlen. Tehát azt tudjuk, hogy eszméletlen, de itt még nem tudjuk, hogy halott, vagy nem halott. És itt van egy nagyon kritikus pont, ez a szabad légútnak nevezik szakmába. De ezt a szabad légutakat rájöttem a hosszú évek oktatása során, hogy nem tudjuk megjegyezni, hogy mi az, hogy szabad légút. Mi erre kitaláltuk a közös csövet. Ez a közös cső annyit jelent, hogy van 2 tengely. Van a szájgarat tengelyünk, ami, hogyha lefekszünk, akkor képzeljük úgy el az egészet, mint hogyha merőleges lenne a földre. Ez a sík. Van még egy tengely, a légcsőnek a síkja. Gyakorlatilag, ha itt én idevetem, ez a 2 derékszöget fog egymással bezárni. Nekünk el kell emelni, most gondoljunk abba bele, hogy mindig az volt így az Origó megírja, és minden megírja, hogy hú, kiúzta a partjelző a nyelvét a szájából a focistának, és megmentette az életét. Nem nyúlunk senki szájába, de ezt a nyelvet igenis a gravitáció a súlyánál fogva, a gravitáció hátra csúszik. Nem lenyeljük a nyelvünket, hátra csúszik. Ez egy légúti akadályt fog képezni, aha, nekünk ezt ki kell onnan valahogy emelni. És erre van a közös cső, azaz a fej hátra szegése. Tehát, ha mi fogjuk, teljesen mindegy, milyen módszerre fogjuk meg a fejet, a homlokot, és azért nem akarok szabályokat alkotni, mert el fogunk veszni a szabályokba. Szegjük hátra a fejet, közös csövet készítsünk. Ezt a kis filmünkben teljesen jól lehet illusztrálni, de gondoljunk csak abba bele, hogy amikor mi hátra szegjük a fejet, a légcsőnek a tengelye, tehát hogyha most mindenki, hogyha látjuk így vizuálisan, és el tudod képzelni ezt vizuálisan, hogy amikor hátra szegem, akkor ez a tengely így előre hajlik. A másik tengely, ha megnézed, hátra hajlik. Ha a két tengelynek a mozgását én összevettem, hogy a légcső előre, a fej hátra, egy közös csövet kapunk, és ott van a nyelvcsont, illetve azok a lágy részek, elemelik a nyelvet, és már is kész az átjárható légút. Tehát első pont, hello, mi van veled? Második pont a közös cső képzése, és utána a légzésvizsgálat. Nem kell púzust tapogatni, nem kell. El kell dönteni, hogy halott vagy nem. Ez egy nagyon kritikus pont egyébként. Ha veszi a levegőt, él, ha nem veszi, nem él. Tehát ezt nagyon-nagyon memorizálni kéne. Ezt úgy lehet elképzelni, aha, nézni kell a betegnek a légzését. A halál folyamata úgy áll be, ha egy időtengelyét el tudunk magunk előtt képzelni, vagy el tudsz magad előtt képzelni, hogy mennek a másodpercek. Leáll a szív, onnan indulnak a percek, a másodpercek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 20. másodpercig biztos, hogy le fog állni a betegnek a légzése. Tehát először a szív áll meg, utána követi a légzésnálás. És hogyha megyünk tovább az időtengelyén, telik az idő, mi valahol ott fogunk megérkezni. Mit fogunk vizsgálni? Megnézem a légzését. Ha veszi a levegőt, él, ha nem veszi, akkor egyértelmű nincs szívműködés. Tehát légzésvizsgálat. És ehhez nem kell letépni, értem, a ruhát, leszakítani. Jó, tehát akkor nem a púzust kell, nem, a nyakon, nem, keresgélni, meg légzés, sem, meg a csukon. És azt jól tudod látni. Gondolj bele abba.
hogy gondolj benne abba, hogy... Hogy emelkedik, nem emelkedik. Igen. Most lehet, hogy egy kicsit fogás, de össze akarsz bújni a pároddal. Benézel, hogy a piszkos kölyke alszik-e még. Hát 5 méterre látod, hogy emelkedik a dunyha, nem a melkasán, a melkasával együtt. Te, amikor hátaszeged a fejed, megcsinálod a közös csövet, közvetlenül fogod nézni a melkast. Nem fogod tudni benézni ezt az egész dolgot. Nézzed, és számolja, ugye a szakkönyvek írják, hogy 10 másodperc, na ilyenkor elveszítjük az időérzékünket, gondoljunk bele, a gyerekünket vizsgáljuk, el fogjuk veszíteni az időérzéket. Számoljunk el magunkba 20-ig. És hogyha 20-ig elszámoltunk, ez körülbelül 10 másodperc, emelkedik a melkasér, semmi más feladatunk nincsen, tartjuk így a fejet, mert ő eszméletlen, és megvan az a közös cső, megvan az átjárható légút, csak tartsuk, hívjunk mentőt. Amennyiben nem emelkedik a melkas, akkor ő meghalt, és akkor jön az újraélesztés, és a melkas nyomás. Itt még bejön az a kérdés, hogy minden esetben, amikor azt érzékeljük, hogy nem él, akkor minden esetben álljunk neki ennek az újraélesztésnek, mert hogy az a rossz érzésem talán, hogy mondjuk nem tudom, hogy mióta fekszik ott. Álljunk neki. Mindenképpen álljunk neki. Én nem merném laikusnak azt mondani, hogy hát tegyünk meg kritérium, nézzük meg a pupillát, Isten őriz. Nem. Értem. Álljunk neki. Mert jó, az majd egyszerű... akkor ezt a mentő eldönti, hogy... Majd ő eldönti. Van, és azt fogja akkor mondani, hogy oké, nem, vagy átveszik és csinálják. És folytatják. De nehogy mi laikusként eldöntsük ezt Világos. Az egész dolgot. Jó. Tehát mindenképp neki kell állni. Neki kell állni, igen. Álljunk neki. Nem veszi a levegőt, nyomjuk. Hiszen ez az egyetlen egy esély. Azt kell megérteni nagyon, hogy semmi más esélye nincs a betegnek, csak ez az egyetlen egy esélye van. Hogy megadjuk ezt az esélyt. Világos. Jó? Nyomjuk. És akkor itt van a mentőhívás. Nagyon könnyű úgy oktatni az újraélesztést, hogy hívjál mentőt újraélesztéshez, mert így oktatjuk az újraélesztést, hogy amikor megtörténik, hívjál mentőt. De senki nem ad arra nekünk egy megfelelő magyarázatot, és nem kaptunk, mi van, hogyha egyedül vagyunk. Kinek fogom én azt mondani, hogy hívjál nekem mentőt? Nekem most ez jutott eszembe, hogy fogom a vállammal, és közben és akkor nyomom, mert ezt azért el kell az már kezden, azért elég menő lenne. Igen, itt van a 4 perc. Nem tudjuk, hogy hányadik percnél járunk, igen. Amikor egyedül vagyunk. Lehet, hogy a 3. percnél járunk már ott. Kezdjük el nyomni a melkasát, a munka megnyugtat bennünket, tehát hiszen én most, hogyha belegondolom abba, hogy én nem hallom, nem tudom, hogy mit kell csinálni, vagy csak így halvány lila gőzöm van, hogy hát el kell kezdeni nyomni, valamit csinálni, mi a mentőhívó szám, az se jut eszedbe, de ha te cselekszel valamit és dolgozol, és fizikai munkát végzel, reálisabban fogsz tudni gondolkodni. Kezdjük el a melkasnak a nyomását. Elkezdjük, az agyat etetjük oxigénnel, nem késlekedünk, és gondoljuk végig, mi a mentő, hol a telefonom, első kérdés, nem? Tehát hol a telefonom? Oké, falzsebem, oké, polc, 3. polcit, nyomom. Mi a mentőhívó száma? 112. Oké, memorizálod. Hova kérem a mentőt? Széchenyi út 42. Végig gondolom. És amikor én ezt csináltam, megállok. A 4 perc mindig újraindul, ne felejtsük el. Tehát ne a 4 perc álljunk meg, de egy mozdulatsor erejéig elmegyek a telefonomhoz. Bejutom a 112-t, ha van lélek jelenlétem, kihangosítom és nyomom a melkas tovább, és utána ott lesz a szolgálatvezetőknek, a mentésirányító bajtársaknak, ott lesz az a megnyugtató hangja, még akár mondják is, hogy mit kell csinálni, ne felejtsük el, ott már nem vagyunk akkor egyedül. De ha igen, nem volt már ilyen eset, hogy valaki igen, így tudta. Igen, ez egy nagyon szuper jó dolognak tartom. Tehát ez az országos mentőszer szuper jó ötlete és jó dolga, hogy ezt kiképezték ezekre a mentésirányítókat. Tehát csinálom és nyomom, és utána mindig megállhatok, ki van nyitva az ajtó? Nincs nyitva, nem tudnak bejönni. Megállok, egy mozdulatsorig elmegyek, kinyitom az ajtót, visszamegyek. De soha semmi nem mehet a melkasnak, a nyomásának a rovására. A legfontosabb a mi feladatunk, hogy etetjük az agyat oxigénnel. És erre a világon nem adott senki még megoldást, mi igen. Mi ezt összeraktuk ezt, és inkább azt mondom, hogy racionálisabbá tettük, tehát életszerűbbé tettük ezt az egész történetet. Kivettük a lélegeztetést, nem beszéltünk a lélegeztetésről, azt lehet, hogy feltűnt neked, hogy arról nem, mert laikusnak... Ezt a befújást. Ezt a befújást, igen. Én 10 éve kivettem belőle, hát persze
megvolt a szakma elleni nagy vízhangja és mindene, hogy hát ez nem lehet, de örömmel jelentem meg 2016. december 1-től hivatalosan az Európai Üretésztes Társaság ajánlásába se kell laikusnak lélegeztetni. Én mindig azt szoktam mondani, aki tud lélegeztetni, lélegeztessen. Aki nem tud, az nyomja a mellkasát a betegnek, hiszen ez az egyetlen egy esélye van a betegnek, semmi más az égvilágon. A másik otthon gyakorlási lehetőséget, pedig itt van a programnak a nagyszerűsége, hogy mi biztosítjuk egy labda, egy gumilabda segítségével, és egy zene segítségével. Igen, azt láttam, hogy van hozzá ajánlás, hogy ezt Stayin' Live című dalt kell dúdolni. Hát, kevesen tudják. Igen, annyit azért hozzá szeretnénk még tenni, hogy ezt nem, hogy mennyire hiteles és valid ez a, mennyire valid ez a történet. Szerintem ezt meg kell erősíteni. A Magyar Kardiológusok Társaság, az egyik legnevezetesebb orvosi társaság, ajánlása 2019 decemberéig ez a módszer a laikus újraélesztésre. Tehát megkaptuk az MKT-től, a Magyar Kardiológusok Társaságától a hivatalos szakmai engedélyt erre a programra, tehát népszerűsíthetjük abszolút, és vihetjük az ő nevükbe is. És akkor a labda az azért jó, mert az pont abban segít, hogy hogy kell nyomni, milyen erővel, vagy hogy miért... A labda az a mozdulatsor begyakorolására ad lehetőséget. Jó. Tehát most ott belegondolunk, elmegyünk egy 600.000 forintos baba, mert az egyik legolcsóbb babák annyi, egy újraélesztő tanfolyamra, ott nyomunk egy spirálrugót, egy torzon. Itt a levegőt fogjuk nyomni a labdával, de ennek nem az a szerepe, hogy ez most olyan lesz, mint egy ember. Nem, hanem be tudjuk gyakorolni a mozdulatsort. Tehát be tudjuk a helyes kéztartást gyakorolni, be tudjuk tartani a helyes ütemet, be tudjuk az egész mozdul, tehát az, hogy nyújtott könyökkel hogy csináljuk, az egész újraélesztésnek a gyakorlatilag a technikáját el tudjuk rajta sajátítani. Nem az újraélesztést tanuljuk meg, elsajátítjuk a technikát rajta. Erre való a labda, és most jön a zene, Stayin' Live-ot, tök jó, de kevesen tudják ezt dudolni. Én se tudnám. Hát igen. Tehát én se tudnám. Erre ott van a teljesen egyszerű módszer, oktattunk, ez egy nagyon jó sztori, oktattunk ezt a művészeti főiskolán, és pont egy énektanár azt mondta, hogy miért nem a kis karácsony nagy karácsonnyal? És hogyha azt normálisan énekeljük, nem ilyen óvodás ütembe, az pontosan egy százas leütésszámú zene. És Magyarországon mindenki ismeri. És a tapasztalatom az volt, hogy amikor én a gépkocsi vezetőket oktatom elsősegélytársra, nagyon sokat, fél órákat küzdöttem azzal egy emberrel, hogy nyomjam le, milyen ütemben nyomjam, fölengedem, leengedem, stb. Mondom, hogy kezd el magadba dudolni, vagy hangosan énekelni. A második percben a legtökéletesebb újraélesztést tudják csinálni. Erről Anna Mari biztos, hogy tud mondani, mert ő is oktatja, és el tudja mesélni, hogy mennyire könnyen elsajátítható. Igen, na, én erre most kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz ki, amikor oktatjátok. Amikor a labdás oktatások mennek, tehát először mindenki nézi, hogy mi ez a labda, mit, hogy kerül ez egyáltalán ide hozzánk, és mit akarunk a labdával csinálni, meg jövünk a százas frekvenciával, meg hogy dúdolni, és amikor előkapjuk és megszólal, legyen bármelyik százas BPM számú zene, utána mindenkinek beugrik, lehet az kis karácsonytól elkezdve a Sakirán keresztül, kinek milyen a zene ízlése, rárakja mindenki szabályszerűen a kezét, kinyújtja rá a tenyér éle, és gyönyörűen nyomják a laikusok tulajdonképpen a labdát a zenére, és élvezik azt, hogy ruganyosan, és nem számolnak, hogy most 1, 2, 3, 4, és milyen ütemben, hanem a zene ütemére. Tehát a zenének van egy ritmusadó, és egy eltelelő ösztönös cselekvésre búztít feltehetően, tehát nem számolgatott, hanem egyszerűen ez így jön. Így van, és tulajdonképpen mindenkinek beugrik, hogy mindegy, hogy most mi gumilabda, pöttyös labda, akármilyen labda, mindenkinek van otthon a háztartásában labda, tehát a legkisebb gyerektől, legyen az 3-4 évestől, elkezdve az idősebbekig, bárki képes erre, és örömmel veszik. Tehát most már az országban körülbelül 40-50 helyen oktattuk, illetve oktattátok ti is, Petivel a Te vagy a Hős programot, és mindenhol, aki már esetleg a kisfilmünket is látta az interneten, mindenki kéri és örömmel veszi a labdát. És egy abszolút egy nagyon segítő módszer az újraélesztés ezen technikájának elsajátításához. Hogyha visszamegyünk a gyakorlatba a helyszínre, tehát hogy mondjuk valakivel történik egy ilyen hirtelen szívleállás, és egy járókelő, vagy bárki, aki ezt az újraélesztési technikát tudja, odaugrik és segít, akkor megérkezik a mentő, nyilván átveszik, de hogyha arról van szó, hogy ez egy egészséges ember, akinek egy hirtelen szívleállása volt, az
utána újra egészséges emberré válik. Ez már tudom, hogy egészségügyi kérdés, csak hogy egy olyan furcsa dolog ez, hogy oké, akkor volt egy kis probléma, visszaállítjuk, vagy utána akkor hát, feltehetően valami... Nem, mert nagyon sokan élünk, pontosan éppen ezért minden második, harmadik embernél van egy ilyen születési, fejlődési rendellenességünk, ezek ilyen járulékos nyaláb, ilyen gócpontok a szíven, amik egyszer csak működésbe lépnek. Nagyon sok minden tudja ezt provokálni. Hát azért ez annyira vannak bizonyos gyógyszerek, igen, igen, az életvitelünkkel, hát sok kávé megváltoztatja az egész elvezetési sebességét. Itt vannak a pszichostimulások, a kábítószerek, az amfetamin, az ecstasy, a gina, és sorolhatnám ezeket a szereket. Itt vannak az energiaitalok. Ezek megváltoztatják az átvezetési sebességet. Jó, de ezek már külső behatások. Igen, de mi adjuk a külső behatást, és ezek kialakulhatnak. A stressz szintén kiválthatja. Tehát gondoljunk abba bele. Vérnyomás, pulzusszám. Itt megváltoznak az elektromos viszonyok a szíven, és ez bármelyik pillanatban ott lehet. Tehát egy hányás hasmenés, ionveszteségek. Igen. Nem? Tehát ott vannak. Megint felborul az ionháztartásunk, és ki tudják ezeket váltani. És utána lehet, hogy egy, sőt, mi több, nagyon sok olyan pozitív történetünk is van, akiket oktattunk, és amit Anna Mari mondott is, hogy ebben az évben 50 személyes oktatást csináltunk meg, de mi már hosszú évek óta több 10 000 emberhez eljutottunk, most fesztiválokon, most csak a Fezen Fesztiválon, meg Szegeden eljutottunk az egyiken, 17 000 ember előtt tanítottuk az újraélesztést, 14 000 ember előtt tanítottuk az Ákos előtt, tehát nagyon sok olyan dolog van, és utána köszön vissza a munkánkba, tehát már jött olyan visszajelzést, hogy a 9 éves kislányt megmentette az édesanyja, és megköszönték. Akkor van nagyon sok olyan ember, aki felvette velünk a kapcsolatot, hogy igen, az ő édesapját megmentették, és aki megmentette, megköszönték neki, és kiderült, hogy mi tartottuk neki az oktatást, vagy a mi kisfilmünkből tanulta. Amikor elkezdtük a programot, akkor azt mondtunk, hogy egy ember életét megmentjük, akkor már megéri ez az energia befektetés, most már nagyon soknál járunk. Igen, erre akartam volna még kitérni, hogy van-e ilyen visszajelzés, sok, de hát akkor... Sok. Tehát, hogy ez mindenképp, akkor az a védelmi háló azért csak épül, hiszen akkor képesek az emberek ezzel a tudással élni. Így és van. Segíteni. Sőt, visszaemlékszel, Zerán, ugye elindult a Te vagy a Hős nagykövetképző programunk tavaly novemberben, és az egyik kolléganőnknek volt egy sikeres újraélesztése a Te vagy a Hős program igen. kapcsán. Kolléganő épp vásárolni indult, egy illető összeesett az úttesten, ő odalépett, és frissen végzette vagy a Hős volt éppen. Igen. És sikerült az újraélesztés, tehát sikeres volt, úgyhogy egy hét múlva a bácsi és hozzátartozói pedig megköszönték a kolléganőnek, hogy hívhatjuk ezt élesben vizsgázásnak. Igen, igen, abszolút. Ez egy elég komoly. Én azt gondolom, hogy az élet bennünket igaz, hogy szükség van rá, és sőt, egyre több felkérést kapunk, hál' Istennek. Úgyhogy most már jó lenne az iskolákba is eljutnunk, amiről már beszélt, és neked nagy álmod. Igen, nekem az az álmom, hogy mivel hogy labda, testnevelés óra, és a testnevelés testnevelés... De mi az akadály ennek, hogy eljussatok iskolákba? Hát ez egy, hát ez egy karitatív nagyon dolog, nehéz, ti ezt felajánljátok. Nagyon, tehát eljutni egy iskolába könnyű történet, hogy bemegyünk, és az befogadja, az igazgató befogadhatja. Azért, ami egy teszteltük, és egy ilyen pilot jelleget teljesen jól működő történet volt, Székesfehérvár Fejér megyebe a Kliknek az igazgatója maximálisan támogatta ezt a programot. Nagyon tetszett neki, őket is leoktattuk, nagyon nagy lehetőséget, és látott benne, és mi leoktattuk a testnevelés tanárokat Fejér megyébe, a Fejér megyébe, a Klikes iskolákba. És a testnevelés tanárok fél évente egyelőre csak tanmenetrendben van prevenciós előadási lehetőségük, 2x45 perc. Ebből a 45 percből ők 5 percet kell csak, hogy rászánjanak erre az egész dologra, megtanítjuk őket, hiszen tök egyszerű a módszer, teljesen egyszerű, lefekszik az osztály egyik fele. Oda megy a másik fele, és azt mondja neki, hogy szia, mi van veled? Nem reagál. Közös csövet csinálunk, számoljunk el hangosan 20-ig, nézzük a légzését, ha nem veszi a levegőt, tegyük össze a kezünket úgy, hogy kinyújtjuk, egyenes könyökkel, a másik kezünket rátesszük a kézhátunkra, hátra feszítjük a kezünket, tegyük rá a mellkas közepére. Ez a szegcsont közepére kell pontosan rátenni, és mivel, hogy élő embert nem nyomunk,
ott van a labda gyakorlásnak, testnevelés órán ott van a medicin labdától, kezdve a foci labdától, a kosárlabdától minden, és most nem focizunk 5 percet, hanem nyomjuk a labdát. Énekeljük a kis karácsonyt, nagy karácsonyt. Ha van zen, akkor tegyünk be, amit a gyerekek szeretnek. Én például az AC/DC-nek az Út a pokolba kicsit talál, de azt imádom hozzá, teljesen jó százas leütés számú zene, és nyomják. Tehát nekünk ez az álmunk, hogy egy pár év múlva, akár 5-10 éven belül egy olyan generáció nőjön fel, aki majd oda menni, és majd rajtam is, meg rajtad is, és rajtunk is segíteni fog. Azt jól értettem, hogy ez fontos dolog a gyakorlásnál, és hogy egyébként egészséges élő embert nem nyomunk, tehát nem gyakorlunk. Szigorúan tilos. Jó, akkor erre van a labda. Nem, akkor ezt hangsúlyozzuk. Igen, így van. Erre van a labda. Semmi szín alatt. Így van. Jó, egyébként az kárt okoz? Gondot okoz? Hát most gondoljunk bele, hogy oda megy, nem fogunk kárt okozni vele. Na de egy élő embert megnyomkodni, netán eltörni a bordáját, zúzódásokat okozunk. Jó, azért mondom ezt, mert hát például ne, gyerekeknél, ne, tehát hogy nem kell annyira belelkesedni, hogy kipróbáljuk egy máson. Nem. És ezt hangsúlyozni is kell, és hangsúlyoztuk is, hogy labda. Szigorúan tilos. Ezért van a labda, zene ott van, be tudjuk gyakorolni. El tudom képzelni egyébként, hogy óriási magabiztosságot ad. Anna-Mari, erről biztos, hogy te tudsz beszélni, mert a Zalánnak az életéhez hozzátartozik ez, ugye? De hogy te, amikor ezt így megtanultad, és akkor ezt te így tudod, hogy bármikor tudod használni, meg még továbbadni is. Annyi nálam a könnyebbség, hogy én ezt régen ugye tanultam, illetve oktattam én is első segélynyújtást autóvezetős iskolákban. Hát jó, hát neked is ott van az a mentőszó. Egy pici rutin azért van mögöttem, ezt talán mondhatom. De igen, ad bátorságot. Tehát azért az ember, ezt nem minden nap kell gyakorolni, de ha eszébe jut, hogy jé, nekem van otthon egy labda, én valamit láttam a tévében, vagy nekem oktatott valaki valamit valami labdával, és ott nyomni kéne, előveszi az ember, és igen, ad magabiztosságot. Tehát azt, hogy dúdolod, hogy ott van a labda, ha bárki bármikor összeesik előtted az utcán, vagy szólnak, hogy valaki összeesett, ki tudna segíteni, az ember nagyobb magabiztossággal lép oda. Persze, mindenki fél, mindegyikünkben vannak félelmek. Én azt gondolom, én is mondhatom azt, hogy amikor még szekundáltam, bennem is ott volt, gyomrom görcsben ándult, hogy hova megyek ki, miért megyek, és egyáltalán mit is kéne csinálni. De az ember végig gondolja azt, hogy igen, jó, ezt tanultam, valamit láttam, hogy azok ott nyomkodtak nekem valamit, volt valami labda, igen, a gyakorlás nagyon sokat számít, és tényleg csak egy hétvégi program, egy 5 perc, üljön össze a család, picit vegyék elő a labdát, és lehet. És labdázzon. És labdázzon, és nyomjuk azt a labdát. Nyomjuk, így van. Nyomunk egy kis labdázást, persze. Egyébként tényleg működik. Volt egy megkeresésünk egy általános iskolából, a pedagógusi kar hívott bennünket össze, hogy szülőket tanítsunk meg, mert hogy osztálykirándulások, nyári táborozások, és a szülők is úgy érdeklődve néztek, hogy mit akarunk mi ott labdákkal. És akkor a 40-50 éves szülők is jöttek, hogy igen, ez egy tényleg egy jó, mert kikapcsol, jó volt a zenét hallgatni, és egy biztonságot ad, hogy oda mernek lépni, mert ők is tanultak valamikor autóvezetést, persze. És valamikor vizsgáztak, de hogy az életben nem gyakorolták, és nincs más gyakorlási lehetőségünk, csak a labda. És azt gondolom, tényleg ez a programnak az egyedüliséges kiválósága. Hogy... Így a végére már csak arra maradt idő, hogy a program terítéséről, tehát hogy az oktatás hol tart, hogy mennyi települést, helyet értetek el, mert hát nyilván ugye itt az lenne a lényeg, hogy előbb-utóbb mindenhol és mindenhová eljusson. Ebben az évben volt most ilyen 40-50 helyszínt értünk, illetve ti értétek ahol el. Ahol mi személyesen ott voltunk. Igen, ahol személyesen ott voltunk. Tehát ez lényegesen nagyobb emberlétszámot jelent. Viszont akár a Te vagy a Hős oldalon keresztül lehet hozzánk jelentkezni, illetve akár egészségügyi szakemberek is megkereshetnek bennünket, és örömmel vesszük. Tehát oda-vissza megy ez. Lehet jelentkezni, de ti is keresitek az alkalmat. Mi is keresünk természetesen az alkalmat, hogyha erre van mód és lehetőség. Azért itt tényleg a végén annyit, hogy egy történetet, hogyha megoszthatnék, hogy az egész programról, hogy miért született meg a fejembe, a Péter fejébe, mert ugye Klupács Péterrel találtuk ki ezt az egész dolgot, és volt egy ösztönző tényező, hogy amit én átéltem személyesen, hogy egy ilyen 8-9 éves kislány felhívta a mentőt reggel 6:30-kor,
hogy anyukája nagyon rosszul van, aki 32 éves volt egyébként, és az a kép fogadott, ez a mentelmestő 10-12 perc, hogy a kislánya ült az édesanyjának a csípőlapátján, és nyomta a mellkasát. És átvettük az újraélesztést, ez a fránya ritmus zavar volt egyébként, amiről beszéltem. Nyomtuk, amíg felértek a fiúk az eszközökkel, defibrilláltuk az édesanyját, tehát elektromosan kezeltük az édesanyját, és befelé már altattuk a kórházba, két hét múlva kézen fogva mentek haza. Tehát, hogyha egy 9-8-9 év körüli kislány tudja, aki a B-vácsban látta ezt az egész dolgot, akkor mindenki el tudja sajátítani. És hogyha valaki nem biztos abban az egész dologban, hogy ő ezt el tudja sajátítani ezek a kis filmen keresztül, az öt lépés kártyát, amiket megcsináltunk ezen, akkor nyugodtan keressen meg bennünket személyesen, a honlapunkra tud írni, mindenhova fel vannak töltve a filmek, mindenkinek nyitott, mindenki használhatja, viheti, csinálhatja, ami ott rajta van, hiszen az a cél, hogy megtanítsuk Magyarországot újraéleszteni, és egy kicsit ezt az ősi segíteni akarást élesszük újra. Igen, igen. Azt hittem, hogy hozzáteszed, hogy az nézzem meg egy B-vacsot. Még azt akár azt is. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én örülök, hogy erről ennyit tudtunk beszélni, és szerintem időről időre erre vissza is kell térni, úgyhogy gondolom nem utoljára találkoztunk, de addig is minden jót nektek. Köszönjük szépen. Kovács Anna Mária és Mészáros Zalán voltak a vendégeim ma este. A Te vagy a hős program egyik kitalálója Zalán, és az egyik nagykövete Anna Mari. Köszönöm a figyelmüket, én Fehér Mariam vagyok, és most jön kollégám Habocki Máté, aki a legnagyobb slágereket hozza változatosan egészen hajnali 5 óráig, de én is jövök legközelebb a viszont hallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.